Kilenced a szeretet királynőjéhez. Nyolcadik nap. Gazdagítsuk a világot szeretetünkkel. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk. Segíts minket, hogy méltón végezzük ezt az áldatosságot. Jöjj, Szent Lélek, jöjj, hűn szeretet jegyesed, Mária szeplőtelen szívének hathatós közben járása által. Ó, édesanyánk, a jóság édesanyja és a szeretet királynője, nyerd el nekünk azt a kegyelmet, hogy sok lelket felébresztünk a szeretet által, melyet mindig újan és frissen ajándékozol nekünk, és megvigasztaljunk minden szívet, elsőként szeretve őket. Szeplőtelen szíveddel egyesülve le akarjuk győzni a világ közömbösségét. Ó Mária, segíts minket szereteteddel és kegyelmeddel, hogy jóval gazdagabbá tegyük a világot, hogy ne kelljen többé ekkora lelki nyomorban élnie. Kérünk téged, áldj meg minket, és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat, akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét. Kérünk téged, áldj meg minket és velünk együtt minden embert a világon, különösen azokat, akik még nem ismerik Istent, vagy pedig ismerve őt, nem fogadják el szeretetét. Mária mondja, dicsőítsétek velem együtt az Atyát. Gyermekeim, eljöttem közétek, hogy felfedjem előttetek a szeretet Istenét, hogy így az egész világ előtt felfedjem Isten szeretetét. Ez a szeretet órája. Gazdagodjatok a kegyelemben, hogy gazdagíthassátok a világot, mely súlyos, lelki nyomorúságban él. Különleges módon, szeretett gyermekeim, ti megtiszteltek engem az emberek előtt, és én meg foglak tisztelni titeket Isten előtt. Kövessetek engem, drága gyermekeim, hallgassatok rám, és én mindnyájatokat hozzáviszlek. Végtelenül szeretlek titeket, megáldalak titeket és mindannyiótokat, magamhoz ölellek. Ó, Urunk Mária, a szeretet királynőjének közben járására fogadd el és hallgasd meg ezeket a szándékokat, melyeket most eléd tárunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árazd szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen. Ó Mária, világ királynője, jóságos édesanyánk, közben járásodban bízva, rád bízzuk lelkünket. Kísérj el minket minden nap az öröm forrásához. Ajándékozz nekünk az üdvözítőt. Szeretett királynője, neked szenteljük magunkat. Amen.